Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket ezen a mai rendkívüli összevont biológia órán. Engedjék meg, hogy bemutassam nektek András Ildikó bátyámat, aki növényvédelmi szakmérnök, és két előadást fog nekünk tartani. Ha esetleg valaki nem tudná, holnap lesz a sajnálatos évfordulója a tiszai arszén mérgezésnek, ugye, ami Romániából, itt bányából érkezett hozzánk, több áttételen keresztül, illetőleg a tiszató rovarvilágáról, konkrétan az általunk rettenetesen szeretett szúnyogokról fogunk tájékoztatást kapni. Ha kérdésetek van, mi végén felkapitek. Köszönöm szépen, de még közben is esetleg fölteszünk a kérdést. Tehát még egyszer én is néhány mondatban elmondanám, hogy itt élek Tiszafüreden, 13 település térségében dolgoztam korábban, és 1973 óta ismerem ezt a környezetet. A Tiszató létrejöttétől kezdve úgymond, hiszen 1973. május 16-án adták át a kiskörei vízlépcső, aminek köszönhetően is létrejött ez a Tiszató. A Tiszatóval kapcsolatosan sajnos egy szomorú évfordulóval kezdeném. Azt hiszem, hogy számotokra ez már történelmi esemény volt, hisz én ugyan megértem, meg átéltem, meg a látványait is, hát elég, hogy is mondjam, szomorú szívvel vettem tudomásul, hogy milyen pusztulás következett be az élővilágban. Ezért én gondoltam, hogy megemlékezésképpen is ezt a napot, amikor belépett a cián szennyezés a Tiszára, Magyarország határán keresztül a Marosból, azt megelőzően néhány patok hozta ezt össze, hogy több száz ezer tonna szennyezett víz érkezett a Tiszára, az pedig február 1-én volt 2000-ben. Ezért ez a nap lett aztán a Tisza élővilágának emléknapja. Ebből az alkalomból képekkel szeretném bemutatni nektek, hogy mi történt ezen a tájon, és hogy azóta milyen változás következett, milyen pozitív változás is bekövetkezett. Tiszatóról még annyit tudni kell előzetesből, hogy 127 négyzetkilométer területen jött létre ez a tó. Elsősorban öntözés céljára tervezték, másodsorban energiatermelésre, és csak harmadsorban idegenforgalmi szempontból kívánták ezt létrehozni magasabb vízállással, mint a jelenlegi. De később kiderült, hogy nem annyira alkalmasak a talajuk öntözésre, hogy akkor a vízmennyiséget tároljanak olyan magasságban, sőt kiderült az is, hogyha olyan magasságban, ahogy az eredeti terv szólt, felduzzasztják, akkor bizony a fakadó vizek tömkelegét kell visszaszivattyúzni a szivárgó csatornán keresztül a Tisza ártére, vagyis a Tisza tóban. Annak meg nagy az energia szükséglete is, hisz nagy villanymotorokkal szivatják a vizet a szivárgóból vissza. Tehát nem lehet egy bizonyos magasságon túl, vagy nem gazdaságos túl emelni a vízszintet. Minden esetre nem mennék a részletekbe, létrejött egy olyan Tiszató, amelyik aztán végül is európai szempontból is egy nagyon értékes természetvédelmi területté alakult, és megváltoztak a úgymond a prioritások, az elsőségessége a dolgoknak. Első helyre került most már az idegenforgalmi hasznosítás is, a környék sok települése profitál belőle, aztán másod helyre került az energiatermelés, és harmadsorban nyilván öntözésre is használják, sőt még negyedsorban olyan szerepe is van, hogyha nagyon nagy árvíz jönne, akkor tudják szabályozni a láb levonulását a vízlépcsőn keresztül. Kiengedik különböző tározókba, Tiszarofikun egyesével ott a létesültek még különböző vésztározók, amelyben csak akkor engedik a vizet, hogyha egy veszély, árvízveszély alakul ki. Még annyit el kell mondani, csak előzetesben, hogy a létet
hogy ez a Tiszató létrejöttével létrejött Magyarország egyik legintenzívebb szúnyogtenyésző területe is, de létrejött egyik leggazdagabb természetvédelmi értékekben nagyon gazdag területe is, ami idegenforgalmi szempontból is nagyon fontos. Nézzük meg ezt a beérkező ciánszennyezést néhány felvételen, de kezdetben elmondanám, hogy szép, tiszta, friss víz néhány felvétel arról, amikor tavasszal kiárad a Tisza. Ez egy örömteli esemény, ha nem árvíz jellegűen történik meg a kiáradása, ha valaki nem lát tőlem szóljon, illetve én jövök véle. És utána ebben a friss vízben is nyüzsög az élővilág, itt ugyan menekülnek a rovarok, gyalogcincérek, sávos cincér, jönnek fel a víz tetején, illetve a növények tetejére, az életükért küszködnek, de ha elpusztulnak, és a halaknak lesz finom csemege táplálék belőlük, tehát a természet része, és utána ívnak a friss vízben a halak, ha nincs szennyezés, akkor bizony a horgászok örömére is gazdag halszaporulattal lehet számolni. Nagyon jó jelzője a vízminőségnek, tisztaságnak, hogyha rajzanak a kérészek, vagyis a Tisza virágzása bekövetkezik. Ez egy mindennapos esemény, nem mondhatjuk, mert nagyon rövid ideig tart, gyakorlatilag egy-két nap az életük, de körülbelül egy hét alatt lezajlik a rajzásuk. A kérészekről ugyan hoztam egy üvegbe kis mintát, amelyik már 20 éves és az alkoholos tartósítás miatt teljesen kifehérettek, de azért hoztam, hogy lássátok, adhatjátok kézről kézre, hogy hogy néz ki, mert van itt Tiszabörödön 70 éves itt lakó ember is, aki soha nem látott egy ilyen rovart, és a Tisza virágzása európailag is szempontból is híres, mert egy olyan egyedi rovar, amely kevés fordul elő a természetre. És azért jó, hogy van, mert jelzi a víz tisztaságát, minél intenzívebb a rajzásuk, annál tisztább a víz. És később majd róla közelebbi kép is. Miután megtörtént a fázásuk, sajnos elpusztulnak, de szolgálják a természetet, mert a halaknak kiváló tápláléka, meg a madaraknak is. Megérkezett a szennyezés a Tiszára, hogy történelmileg is visszatekintsünk. Azért írtam fel a 32,6 mg cianidot, amit mértek rögtön és kialakították nagyon gyorsan a mérőhálózatot településekként végig a Tisza mentén, mert a 4 mg per liter cianid hatóanyag a vízben azt jelenti, hogy minden élőlény elpusztul. Tehát radikálisan elpusztul. Tehát abban a szivar alakú szennyezésben, amely érkezett és haladt lefelé a Tisza medrébe, ott az élőlények gyakorlatilag mind elpusztultak. És jött a szabályozási kényszer, előtte egy kis áradással megemelkedett a vízszint, ebből gyorsan kiengedtek a Tiszatónál a tározóba, a Sirütetnél a medencékbe vizet, majd rögtön lezárták az öblítő csatornákat, hogy ha érkezik ide a szennyezett rész, akkor azt elengedjék, fölnyitják a szabályozó zsilipeket kiskörénél, és hadd zúduljon végig, mert nem tudják megmenteni, annyira nem lehet földúzasztani, mert először azt tervezték, hogy földúzasztják a gátszintig, és akkor majd feloldódik, elpusztult volna az egész ártéri világ. Ezért úgy kormányozták a vizet a duzasztóműnél, hogy elengedjék, és utána ebből a korábban megemelt medencékből visszatérjük a friss vizet. Egyébként észrevették azt is, hogy szinte a halak menekülni akartak, mintha érezték volna a szennyezést, mert a zsilbeknél összetordultak a halak. Hát kicsit gyorsítok rajta, mert sok az anyag. Lényeg az, hogy sok hal féleség elpusztult, nem csak a busák, farcsák, süllők, csukák, tehát rendkívüli pusztulás következett be, és hát ezek a halak nem is maradtak volna bent a vizes
kiterült átérő részen, hiszen a bomló felérvék további nagy problémát okoztak volna. Ezért tonna számra szállították el, és szedték ki konténerekbe annak idején a halak. De nem csak a halakat, mert volt őz elpusztulva, róka elpusztulva, melyik fogyasztottak belőle az őz, nem attól, hanem az a vízből menekülés közben ivott, és amilyen pusztult el, a róka fogyasztotta a halat, azért pusztult el, sőt vaddisznó is pusztult el, úgyhogy nagyon radikális károsodása következett be. Úgy tűnik, hogy manapság most már helyreállt az élővilág egyensúlya, újra gazdag élővilág jellemzi a Tisza-tavi térséget, a Tisza-tó verseit. Így néz ki egy sűrű, fölvágva a tele ikrával. Mondani se kell, hogy ez mennyi halpusztulás jelent, akár csak egy egyed esetében is. Meg kellett szabadulni, elszállították egy részét a teholtaknak, egy gyufás doboz van rajta, hallom, hogy mutassa a méretet. Hát a halak azért véresek, nem egészen a ciántól, mert ilyen kantós horgókkal szedték ki fel a nagy halakat, azzal húzkálták. Az a Tisza-tómújról azért van itt ez a kép, mert ennek köszönhetően lett szabályozva úgy a vízkormányzás, hogy megmentette gyakorlatilag a Tisza átterületét. Hát látszott, hogy mennyi szennyezést is hord össze egyébként a Tisza sajnos továbbra is. Ezeknek az öblítő csatornáknak, amelyek vannak a Tisza-tón belül, köszönhető, hogy a vízkormányzással meg tudták menteni a Tisza átterületét, és egy újabb tavaszon már egy márciusi napfénnyel reprezentálom a Tisza átér megújulását, és újra előkerültek a kérészek, amelyek a Tisza part meredek falában üregekben fejlődnek ki, és több éves fejlődésűek, szűrik a vizet, mindenképpen nagyon hasznosak. Így néz ki, amikor a Tiszán megjelennek. Ez a Tisza virágzás, majd szeretem még a másik összeállításba is szeretnének ezek a képek, egy pár kép róla. Aztán újra ívnak a halak, tehát helyreállt nagyjából, vagy 90%-ban az élővilág, de azért sajnos, hogy nagyon mély nyomokat hagyott. Aztán reméljük, hogy ilyen halakat tudnak majd fogni, és ezzel fejezném be az első részét a előadásunknak. Amelyre azért is kerül sor itt, hogy hát ha sikerül bennetek olyan szemléletet is kialakítani, hogy akár egy kis biológia szakkörös kutató munkába vegyetek részt, ezért ilyen rovartani jellegűre gondoltam én ezt az előadást itt a mai napon, amiben nem csak a rovarok fognak szerepelni, hisz egy budapesti, meg egy sárospataki konferencián előadást tartottam a tiszatavi szúnyog helyzetről, de ebbe pedig szerettem volna úgy belefoglalni a mondandómat, hogy egy kicsit a mi térségünkről is ismereteket szerezzenek, pozitívat is, hisz az én ismerőseim közül egyszer Dunántóról hívtam vendégeket, hogy nézzék meg a Tiszatót. És az egyik ilyen ismerősnek a lánya azt mondta, hogy ó, mit lehet látni azon a poros alföldön. Ilyen degradálóan nyilatkozott, és mondtam, hogy hát nem ismerik, van ennek szép része is, csak föl kell fedezni. És így kerül sor egy ilyen összeállításra, amelynek során nyilván a Tisza-tó élővilágáról beszélnék, de ezt egy óra hosszában bemutatni szinte lehetetlenség, hisz több mint 200 féle madárfaj van csak, de emellett a halak, a emlősök sokasága, a rovarok változatos világa, a gazdag növényvilág, tehát arra kevés egy óra hossza, de nagyon javasolnám, hogy a biológiai ismereteknél
ezek kerüljenek majd előtérbe. Készítettem néhány felvételt, saját fotóim 95%-ban, ahol egy-két fotóban azt arra hivatkozok, hogy az honnan származik. Tehát amikor kimegyünk erre a területre, az tényleg egy örömmel kikapcsolódás nyújt azoknak, akik valamennyire is természet kedvelünk. A Tisza-tónak nagy része természetvédelmi terület, több mint 2000 hektárnyi terület, ahol sem kémiai, sem biológiai beavatkozások nem történhetnek, legalábbis a biológiai is tiltják egyenlőre, pedig az egy szuperszelektív módszer, ahol ha egy baktérium készítményt alkalmaznának, nem élőt, hanem csirátlanított baktérium készítményt, amelyet ha kiszűrnek a vízből, csak a csípőszúnyog fajok, mert másra nem hat, mert azoknak lúgós a délcsatornájuk, és nem engedik felszívódni, nem akarok nagyon részletekre belemenni, de nagyon specifikus hatása van. Németországban, ahol a világos zöldtől a sötét zöldekig mindenki van, ott engedélyezik a természetvédelmi területre, itt nem engedélyezik, egyenlőre legalábbis. Pedig nagyon gazdag természetvédelmi területekkel vagyunk határosak, a Hortobágyi Nemzeti Park, emelről a Tisza-tó, ez a térség pont közte van, és nagyon komoly szúnyogtenyésző helyek vannak, mindig oda fogok kiukadni, de bemutatva a Tisza-tavat a nagy közönségnek, nagyon jellemző, hogy a Tisza-tó északi része, itt a Tisza-fület térségében is, rendkívül úgy mondjuk, hogy nem is mondom eutrofizáció, az azt jelenti, hogy a növényvilág eluralja a vizes élőhelyet. És például a Abátszalók térsége a sokkal nyitottabb, kevesebb növényel, nyilván más életkörülményeket biztosít, mint itt a felső része a Tisza-tónak. De gazdag növényvilág, amely ugye nagyon jó mikroklímát biztosít a szúnyogoknak is. Vízminőséget javító csatornákra szükség volt. Az a madárvilág otthon nyújt neki a Tisza-tó, a vándorló madaraknak is rendkívül kedvez, itt pihennek meg, részben táplálkozó és részben csak pihenő területe. Hatalmas tövegekbe érkeznek a vadulak is, de az emlős állatoknak is otthont nyújt, de néha sajnos a pusztulásukat is okozza. Amikor egy nagyobb áradás van, pont tavasszal vannak, ilyenkor vannak még ugye a január, de februárban már vannak kismalacok, olyankor bizony a víz, az áradó víz elpusztítja őket, vagy jelenleg pedig sajnos az afrikai sertéspeszt is, mint betegség, 80-90%-át elpusztította a vaddisznóknak, és hát sajnos szomorú képeket tapasztaltunk a határba is, amikor hát kerestük a elhullott vaddisznókat. Gazdag az a rovarvilág is, és de köztük érdekességet hozom elő, a lódarazsak. A lódarazsak itt a fészküket védik, mint őrök állnak a fordvában. Rendkívül veszélyes. Ha embereknek nyaki ütőérbe szúr, az halálos. Tehát, ha valaki ilyen fészket talál, azt nagy ívvel kell kerülni, vagy például nálunk volt olyan esemény, hogy a magasles tetejére befészkeltek, és egy hatalmas kucsmaszerű fészkük van, és hát annak az eltávolítása vagy mínusz hidegbe lehet, vagy van módszer rá, hogy kloroformot teszünk egy nagy műanyag világcserébe, és azt rátoljuk, de akkor méhész sapka kell, meg egy ember legyen külön, aki arra vigyáz, hogyha megszólja véletlen a eltávolítót, akkor azon a videóorvoshoz. Erről csak ennyi kitérő. Tehát ha az átérre jártok, és ilyen nagy, újnyi vastag lódarazsak zümmögnek egy helyen, akkor azt kerülni kell. Itt is visszakerült a kép, rajzanak a kérészek, és ezt nevezik tiszavirágzásnak, amikor forognak a víz tetején, keresik egymást a párok, illetve hát a hímek a
nőstényeket, és utána tényleg a madaraknak, a halaknak kiváló táplálékú szolgálnak. Védett, szigorúan védett, nem szabad őket gyűjteni. Ez annak idején az elpusztultakból került bele ebbe az üvegbe, 20 évvel ezelőtt körülbelül. Ez a kép is szerepelt már, itt is, hogy menekülnek a rovarok. Itt is egy gyalogcincér tetején egy mezei poloska, egy hangya, a végén ellepi a víz, és ráadásul az nem is tud repülni az a gyalogcincér, olyan rovar. Amikor pedig gától gátig kiterjed a Tisza, akkor következik be a vadakra való veszélyessége. Nem részletezném, csak hogy olyan ember is volt, aki lapáttal verte agyon a kiúszó őzet. Milyen ember az olyan. És akkor áttérünk a szúnyogos témára. Kialakulnak az átéren a igazán kedvező vízviszonyok a szúnyogó számára, a pangó, gyorsan melegedő vizek, amikor elvonul az át. És a Tisza áttér óriási, bomló, szerves anyagot tartalmaz, ahol a növényi maradványokon élnek a mikróbák, ecsejtőek, lebontó baktériumok, sok minden. Ezekből kiválóan tudja kiszűrni a csípőszúnyog fajok a táplálékot, és ez egy óriási táplálékbázis neki. Ezért is szaporodnak el olyan tömegbe, egy tipikus átéri hely, ahol milliói fejlődnek a szúnyogoknak. Tiszatónál mintegy 10-15 faj képviseli az igazán kellemetlen fajokat. Ez dr. Szitó András felmérése volt, aki sajnos már nem él. És így néz ki, amikor tömegesen kezdenek kikelni a szúnyoglárvák egy-egy melegedő 5 centis vízfelületen. Itt már később a fejletlen lárvák, 7-10 nap alatt is képesek kifejlődni egy nemzedék lárvái, ha a víz hőmérséklet elére a 25 fokot. Mondom, hogy nemzedék. Mit jelent a rovaroknál, hogy hány nemzedékes egy rovar? Ki tudja? Azt mondjuk, hogy 2 nemzedékes, 1 nemzedékes. Az azt jelenti, hogy egy évben hányszor szaporodik. Akkor annyi nemzedéke van. Tehát ha lerakta a petét, abból kifejlődnek a szúnyogok, majd újra lerakja, az jön a második nemzedék. Vagy csak mondok egy kártevőt, egy almamoly, félgesíti az almát kicsi nagyságba, és meg éléskor is, az 2 nemzedékes. De vannak kivételek, például a kérész, vagy például vannak 4 éves fejlődésű rovarok, vagy szóltvárról a biológia, ahol itt már a kifejlett szúnyoglárvák, sőt már van egy-két olyan szúnyog is, amelyik már bebábozódott. Itt vannak ezek a kis feketék, ezek már szúnyogbábok. És mi jellemző egy rovar bábra? Az, hogy mikor bebábozódott, akkor nem táplálkozik, nem mozog, nyugalmi állapotban kifejlődik, átalakul. A szúnyog kivétel. A csípőszúnyog fajok. Vigyáznak magukra, úgy alakult ki az életük, hogy alkalmazkodjanak ahhoz, ha például most a Hortobányon gyönyörű nagy vizek vannak, majd örülnek a tavaszi vízimadarak, de abban meg rengeteg szúnyog is fejlődik, mert gyorsan megerő pangó víz, és abban fejlődnek majd ki gyorsan ezek a szúnyogok, és a szúnyog lárva, vagy a báb, azt mondtam, hogy kivétel, mozgásra képes. Hát mozgásra képes, ami azt jelenti, hogy az összeszűkülő víz, tehát ha szárad összefele a víz volt, ő tud vele tovább mozogni, hogy fennmaradjon. Nagyon sajnáljuk, igaz? Ja, visszatérek erre, hogy ilyen tömegben képesek kikelni az átéren, és hogyha a szúnyog számokat nézzük, ha egy négyzetméteren képes 1000 darab lárva kifejlődni, de ettől több is ki tud, akkor 100 négyzetméteren az már 100 000 darab. Az 1 hektár vízfelületen, az 1 hektár az hány négyzetméter? A
Azt mondják óra. Az 10.000 négyzetméter, így van. Az 10.000 négyzetméteren akkor már az 5 millió szúnyog. Ha akkor csak 20%-a rak petét, az 200-300 darabot rak egy szúnyog, akkor a második nemzedék egy hektár tenyésző területen már 250 millió egyedet jelent. 10 hektár területen pedig több mint 2 milliárd szúnyog egyet számot jelent. Tehát óriási a tisztatavonalú utánpótlás. Hogy néz ki a fejlődése? Ugye egy rovar nem mindig, vagy egy, például egy lepke, az nem mindig lepke, hanem ugye lerakja a petét, akkor petállapotban, ha az ki kell, akkor hernyó, lárvája van, és az bebábozódik, és akkor lesz belőle lepke. Ez a szúnyognál is megvan ez a négy fejlődési stádium. A tojást lerakják a víz felszínére, vagy nedves, iszapos rétegre, talajra, nedves fűszálakra, és abból kikelnek, akkor lesz a lárva állapot, ezt a vízben élik meg, még a báb is a vízben, és aztán innen fog kirepülni a szúnyogimágó. Az átereken kell vizsgálni, egy sárga tárba merítünk, és akkor lehet látni a szúnyog lárvákat. Ez nagyon fontos ahhoz, hogy a szúnyog biológiai védekezést meg tudjuk ejteni, hisz azt nagyon pontosan időzítve kell. A Tisza ártéren pedig sajnos nagyon változatos a szúnyoglárvák kelése, mert olyan az ártéri terület, hogy egyik részét süti a nap, másik részét nem. Egyik részét 5 centi, vagy másikon 50 centi. Egy részén még kicsit mozog a víz, másikon már nem mozog. Ez mind különböző kelési időpontot jelent, mert különböző vízhőmérséklet. Ezért igazán abszolút precíz biológiai térképezéssel lehet megoldani, hogy hatékonyan juttassák ki és a célhelyre a biológiai készítményt. Ez nem egy egyszerű feladat, mert néha olyan helyek vannak, ahol csak a vaddisznó tud elmenni. Visszalépek, a szúnyogbábok látszanak, ez mind báb már a sárga edényben. Itt pedig a tipikus szúnyogtenyésző hely. A Balatonnál már jókorán elvégezték az első ilyen felméréseket, aztán kiderült, hogy a Balatonnak nem az igazán maga Balaton vize adja a szúnyoginváziót, hanem a Balaton körül lévő mocsári vizes élőhelyek. Itt ott már hamarabb megkezdték ezt, és hát mi a gondja, és miért nem terjed annyira el, amit a média és a sajtó harsogja, hogy miért nem csak biológia, és micsoda botrány, hogy még kémiait használunk. Egyrészt ugye nem ismerik a fajösszetételeket, hol milyen fajták vannak szúnyogból, másodszor pedig nagyon komoly kérdései vannak, hogy mikor juttassák ki azt a bizonyos baktérium készítményt, amikor, a hová, és ennek meg is belül a tenyészőhely is, mert milyen eszközzel, régi vagy földi, mert régi úton is ki lehet juttatni. Attól függ, hogy mikor kelnek a lárvák, takarja már a növényzet, mert akkor folyadéka már nem lehet a repülőről, akkor granulátum kell, milyen méret a granulátum, nehogy a horgászfej éressen, stb. Sok problémája van. Aztán milyen dózis van, milyen vízmennyiség, hisz nem mindegy, hogy per négyzetméter vagy per köbméter mennyi anyag megyen ki. Ezt ki fogja felmérni? Pláne amikor nincsenek a személy szakmai feltételek biztosítva. Volt itt egy professzor, aki a ENSZ malária programját végzik, vagy csinálják Ludwigshafenből, és kisikerült kivinni a Tiszagátra és megmutat mindenki a területet, és azt mondta, hogy hát ez egy nagyon komplex feladat, itt biológiai szúnyogírtást végezni, mert ez nem is olyan, mint a Rajna vidéke, nem is olyan, mint a Balaton vidéke. És kérdezte, hogy és hány ember vizsgálja a településeken, hogy mikor kell neki a szúnyogok, vagy milyen fajos tétel, és akkor még azt tudtam mondani, hogy egyedül én, meg van még egy kolléga, akit rávettem a túloldalat, hogy de mind a két oldalt járjam. Nem akarok megint részletekbe menni, de kell hozzá szakmai, szervei feltétel, mert ez sokkal pontosabb munkát és kifogáltabb munkát igényel, hogy hatékonyan lehessen azt a baktérium készítményt használni, amit harsog a média, mert nagy pocséklásba tud menni, hogyha nem megfelelően van előkészítve.
túlfejlett lárvák ebben az időszakban már nem hat rá a készítmény, mert négy lárva fejlődési stádium van, és csak az első kettővel hat az a bizonyos készítmény, amit Izraelbe felfedezték, és hogy miért is lehet gond ezzel a készítménnyel. Ezeket a szúnyogokat nagyon jól fogja írtani, mert ezek a levegőből veszik fel, bocsánat, az oxigén, nem a vízből. És vannak árvaszúnyogok. Árvaszúnyogokban nem csípnek, az árvaszúnyog lárvák a bőrükön keresztül veszik fel az oxigén, míg ezek a levegőből. És mivel a levegőből veszik fel, ezért kiválóan bírják azt a vizet, amely oxigén hiányos. És ezért nem pusztulnak el a halak a szúnyog lárva irtástól, mert ahol oxigén hiány van, mint egy kémiai inger jelzi a szúnyogoknak, a petéknek, hogy kikelhetünk, mert itt millió a tápanyag, mert a sok bomlóanyagban élő élőlény elfogyasztotta az oxigént. A halak hol élnek? Oxigénben gazdag vízbe, tehát onnan a halak vagy elvonulnak, vagy elpusztulnak. Ezért nem igaz, hogy a szúnyoglárvát, ha kiírtjuk a vízből, akkor a halak táplálékát alapjaival veszélyeztetjük, nem veszélyeztetjük. Tovább lépve, olyan sötét a vízfelület, itt kellnek az az órák hossza, amikor kell ki a sok szúnyog, sajnos a régi filmes géppel készült felvétel még, és szinte forra víz, és kellnek ki a szúnyog imágók, ugye a bábokból a vízfelületen. Először csak a növényi maradványokon szárítkóznak, másznak föl rajta, ekkor még letölni sem tudnak, meg csípni se. Azt hinné az ember, hogy milyen szelídek, meg milyen árvaszúnyogok, de három nap múlva, amikor megszilárdul a szívó szárszertük, akkor már rohannak vért keresni, és hát okozzák a szúnyog ártalmat. Látszik a növények szárán, hogy másznak fölfele, és még nem fejeződött be, hogy milyen milliárd szúnyog képes kikelni a kiszató mocsár világában. Tehát beborítják a növényvilágot, és ilyenkor még csak gyalogolni képesek, aztán itt van, hogy miután megszilárdult, keresik a madarakat, az embereket, és lakott területre fognak vonulni. Ha a szél nagyon az átér felől fúj, akkor beborítja a lakott területet, mert a széllel képesek 20-22 kilométerre is terjedni. Az nem a saját szárnyukon, hanem az esti meleg szellők szárnyán, amit Dal is mondja, szépen terjednek. A meleg szellőbe, ha kicsit gyenge a szél, akkor terjednek leginkább. Ha erős szél fúj, akkor ők félnek, akkor lehúzódnak a növényvilágba. És nagyon függ attól, hogy a növényvilágot hogyan kezelik egy lakott területen. Nyírják ki a füvet, nem nyírják, mert az derékigérő gazba az egy kiváló mikroklíma és kiváló tárolóhely neki. Aztán a szúnyogok képesek, hogyan mérjük az egyet számot, lehet többféleképpen széndioxid csapdával is, de az elfogadott még most is a közegészségügynél, hogy óránként mennyi a csípés szám. Ahhoz ki kell ülni egy csupasz karral, és 5 percig megmérni hány csíp meg, és azt kell felszorozni, és akkor egy óránként megkapjuk. És hogyha a csípés szám 5-10, akkor az még csak kellemetlenségnek számít óránként, ha 500, akkor már indokolt az érítésünk, ha 100 fölött, az már szúnyogártalom, 300 csípés per óránál pedig invázió. A tisztató térségében pedig 600-os is előfordul csípés szám. Tehát óriási a nem akarom mondani, hogy fájdalmas a csípés, itt is tapasztaltátok, viszont sajnos nagyon sokféle betegséget terjesztenek, elég súlyosak is, sárgaláz, bejúgaláz, zika vírus, ami ilyen törpefejűséget okoz, és a malária, a világban rengeteg áldozata van a szúnyog csípésnek. Itt is jellemző Tiszaföldön sajnos, hogy elég sok kutyát elolt az állatorvos, hogy kérdeztem, pedig hát kezelhetők lennének, mert elsősorban a fonálférgezés, tehát képesek vírust, baktériumot, mikrofonálférgeket is terjeszteni a szúnyogok. Az embernél szerencsére bőrférgességet okoz csak, a kutyáknál szívférgességet, és elég sok kutya elpusztul benne. Újabb fajok jelennek meg, a
nagy járműforgalommal berepül egy szúnyog egy repülőbe, így kiszáll, vagy egy kamionba, jönnek délről, hozzák magukkal a másfajokat, és bizony betegséget terjesztők jelennek meg. Ez az ázsiai tigris szúnyog is 22 féle betegséget is terjeszt. Hogyan gyűjtjük, vizsgáljuk őket, én is rendszeresen az elmúlt évben és minden héten egy mintát küldtem, illetve gyűjtöttem, és majd összegyűjtve küldtem el vizsgálatra, hogy milyen faj összetételűek és milyen betegségeket terjesztenek. Széndioxid csapda, ez úgy néz ki, hogy ebben száraz jég van, és a lyukakon diffundál, vagyis párologtak magyarul, és ebben egy kis ventilátorral, ebben a zsákba gyűjtjük be a szúnyogokat, fajmeghatározás céljából, tehát nem szúnyog gyémítésre valahol, nem csak gyűjtésre. Kihelyezve, sajnos rá kell írni, hogy kérjük ne lopd el, mert a tudományért van, és ezáltal téged is szolgál, mert nem tudják elképzelni, hogy mit találtak az emberek, amikor hallják, hogy zúg benne egy kis lassan forgó ventilátorral, és így összegyűjti a szúnyog mintákat. Aztán hát igen, hogy aggódnak, ezt már mondtam, hogy a szúnyogok írtásával a halak tápláléka fogy, de hát ez feketén-fehérre nem így igaz, és a fecskékhez eljutottunk. A fecskék száma is részesen csökken, de nem azért, mert a szúnyogírtás hozzák elsősorban, mert a repülő érti a szúnyogot, nem. A fecskék, ahol a legintenzívebb szúnyogírtás van itt Tiszafüreden is, a többi településhez képest is, itt még tavaly is kétszer fölött a fecske, és nem, nincs vele gond. Vizsgálták konkrétan Németországban is, hogy több ezer behordott rovarból a fecskék, még egy vagy kettő volt az is csak nagyobb testű szúnyog, főleg árva szúnyog. A fecskék csak röptére táplálkoznak. Csak röptére táplálkoznak, és kinn a 100 000 hektárnyi területen végzett rovarlőszereskedelés. Az a probléma, főleg fiók nevelés időszakában, megszűntek az állattartó telepek, nincs fészkelőhely, főtápláléka lenne a léte, trágyából jön a léte, de hát megváltozott a körülmény, és azon kívül pedig, hogy mondjam, nagyon is sok gond, egyéb gond, klíma gond is van a fecskéknél. Egyik leghasznosabb pusztítójuk a denevérek, a békák, de kevesen vannak, nem győzik, ahol ennyi béka van, szúnyogmentes a víz, nagyon felgyorsító, nem győzik a keskebéka és szúnyogfogyasztó szitaködő lárváknak, főleg a vízben van nagy hasznunk, érdem már volt a fejlődésük, így néz ki, amikor nászrepülésük van, párzási repülésük van. Itt a Balatonnál elemzem, hogy mi a helyzet. Melegkörös délítési lehetőség. Ez a úgynevezett UAV, ami azt jelenti, hogy nagyon kis mennyiség, egyébként kis mennyiséget szól a repülőgép, és 0,6 liter korvasszék 10 000 négyzetméterre. Sokszor azt mondják, hogy nem is szólt a gép, mert nem látják, pedig szól. Ilyen a szólásképp, ezt csak akkor látjuk, hogyha sötét a háttér. Ha fölmegy a gép, akkor ezt nem lehet látni, ezt a szólásképet. Biológiai szert is repülőről lehet kijutatni, és sok esetben pánikszerűen jönnek, hogy itt ment a repülő, és a víz fölött szólta a vegyszert. A vegyszert nem szólta, a biológiai készítmény szólta a szegély területre kísérletképpen. Aztán az eszközök, tehát hogyha biológiai szúnyog gyérítés tanulmányozására adja valaki a fejét, vagy dolgozatírásra, akkor szívesen segítek neki. Egy igazán szúnyogmentes időszakban visszatornál gyorsan pár képést élet befejezve, nem akarom elmondani a szünetet. Ha lehet majd egy másik alkalommal, meg majd egy másik változattal, segíthetem a biológia órát, hogy ajánljam magamat. Ez azt jelképezi, hogy azt a szót, hogy kiirtani, azt nem használjuk, mert csak egy részét, tehát gyéríteni kell az elviselhető szintre, és kell hozzá egy alapos felmérés minden beavatkozás előtt. Aztán van még egy kikapcsolódásként a végére, tegyük már fel a madárvilágból a vadvilágot például. Nagyon
szép látvány, de sokszor kárt is tudnak okozni, amikor egy 20 000 liba lepelet ücelik ősszel egy repcetáblára, vagy tavasszal egy napraforgó táblára, amelyik szintleveles állapotban van, és manapság már olyan dobírtószerek vannak, hogy tiszta a tábla, a liba lát rajta egy belvízfoltot, egy óra hossz alatt megelik a napraforgót. Hagyom feküdve a dárokba, úgy készítettem ezeket a képeket, mert másképp nagyon jó szeműek a libák, és nagyon tudnak kiadni. Amúgy meg nagyon okosak. Próbálták a riasztást fekete fóliával, például a szép napsütéses napraforgó táblán, és a fejes kis libák 2-3 nap múlva már az árnyékából üsölhetett. Ha az agyőrök egyik oldalt riasztották, a másik oldalt leszálltak. Megtanulták. És nem buta a liba, mikor mondják, hogy buta liba egyáltalán. Már februárban párban vannak, ilyenkor keresik a fészkelő helyét. És ez az egyfajta a nyári hull, amelyik Magyarországon költ. A törvénnel van elég sokfajta, a többi vonuló. A vetési hull, a nagyhulli, kislili, mégusi hull, ezek vonuló fajok. A tél folyamán tartott ősszel, télen és korra tavasszal tartózkodnak itt. Nyári kimenő. Volt köztük, vagy még ebben következik, azt hiszem, különlegesen védett egyedül a vörös nyakú lúd, amelyet, ha egy vadász elejti, a puskájába is kerülhet. És napraforgóban vannak, és nagyon nehéz megkülönböztetni a többiektől, pláne egy ködös időjárásban, úgyhogy meg kell gondolni a vadászatot. Néha a kiszató is befagy, de ennek ellenére a fagymentes részeken, majd itt következik az a vörösebb úgy, benne szkarikázva, a többiek között majd. Itt van például az első, és itt a másik, az a vörösebb úgy. Aztán le is van szabályozva nagyon a vadászati lehetőség. Egy vadász egy alkalommal kettőt tehetnek el, de aztán valamikor szétírják egymás között egy három vadász, és akkor ha egyben hagyod, akkor fejenként az kettő. Itt a kettő. Nagyon szép vonulásuk van, ilyen olyan horotovácségi vizeket. Most rengeteg ilyen buszfelület van. Meg a kigárkoszunk is lassan vége. Szórna vetett téged a kritikáriót. A kritikári az a grúza és a roskeveréket. És a hordomány felől is, meg a tiszatóról is ráment, mint a mágnes vonzotta a lidákat. Egy-két nap alatt teljesen megötték, nem lett belőle. Újra kellett vetni a táblát is, ahogy a riasztani a lidákat. Nagyon szépen köszönöm.